Az a látványvilág, kiváló színészi munka, korhű egyenruhák, felszerelések, díszletek, ugyanakkor rengeteg, de rengeteg hiba. Röviden és tömören ez a Nyugaton a helyzet változatlan 2022-es német filmfeldolgozása. Ebben a videóban több aspektusból is meg fogom vizsgálni ezt a filmet, egyrészt összevetem a könyvvel, a korábbi filmekkel, másrészt pedig megvizsgálom, hogy hadtörténeti szempontból ez mennyire is hiteles, avagy éppen hiteltelen. Mindenekelőtt viszont a szerzőről, Erik Mária Remarque-ról szeretnék beszélni, illetve a regényről és annak születéséről. Ami egy érdekes adalék lehet mind a regényhez, mind a filmhez, az, hogy eredetileg Erik Mária Remarque Erik Paul volt, azaz ugyanazon a néven futott, mint a regény, illetve a film főhőse, mármint hogy Paul. Ezen kívül, amit még érdemesebb, tüzetesebb vizsgálódás alá vennünk, az az írónak az első világháborús katonai pályafutása. A fiatal, de már 18 esztendős Erik Paul Remarque-ot 1916. novemberében sorozták be, majd pedig 6 hónapnyi kiképzést követően végül is 1917. júniusában került ki a frontra, és ott hát valamivel kevesebb, mint 2 hónapot töltött el aktív frontszolgálatban. Tudjuk, hogy azon a frontszakaszon, ahol volt, olyan nagyobb aktív hadműveletekre ez időtájt nem került sor, azt is szinte biztosan tudjuk, hogy közelharcban például nem vett részt személyesen, ugyanakkor viszont egyszer a hátán kimenekítette egy sebesült bajtársát, illetve hát a fronton történő tartózkodásának is egy kézigránát vetett véget, aminek a következtében megsérült a nyakán, a bal térdén és a jobb csuklóján. Ezután lényegében a háború végéig kórházról kórházra vándorolt, és 1918. októberében került csak vissza az alakulatához, ahol viszont már a háború hátralévő további néhány hetében nem vetették be újból élesben. A regényt 1927-ben írta, tehát a háború után 9 évvel, ez volt a harmadik regénye, nem talált rá könnyen kiadót, csak 1929-ben jelent meg, akkor viszont hatalmasat ütött, rögtön nemzetközi siker lett belőle, 1930-ban már hollywoodi mozifilmet csináltak belőle. Igen, amerikai katonák játszották benne a német katonákat, de mentségükre legyen szólva, hogy nagyon jól. Mindezek alapján Remarque saját háborús tapasztalatait jelentősnek mondhatjuk, ugyanakkor semmiképp sem olyan brutálisnak, mint amiket a könyvben leír, vagy pláne nem olyannak, mint amilyet a filmben látunk. Ugyanakkor Remarque soha nem állította, hogy saját tapasztalatból írta volna a könyvet. Éppen ellenkezőleg. Arra hivatkozott, hogy kutatásai, illetve interjúi alapján, amiket a kórházban sebesült bajtársaival készített, alkotta meg a művet. Saját hazájában, Németországban viszont, hiába volt még Weimári köztársaság, sem a könyvét, sem a filmet nem fogadták osztatlan örömmel, sőt. Számos írótársa, volt bajtársai katonaírók, támadás alá vették Remarque-ot, amiért is művét nem találták elég hazafiasnak. Ezen túl a filmet pedig betiltották, lévén, hogy rossz színben tünteti fel Németországot. 1933-ban persze a nemzeti szocialista rezsim még ezen is túlment, a könyvet is betiltották, el is égettették, és hát ugye magának, Remarque-nak is el kellett hagynia az országot, előbb Svájcba, majd pedig az Egyesült Államokba távozott. Ugyanakkor mindez messze túlmutatott Remarque szándékán. Remarque deklarált célja az volt, hogy a háború sötét oldalát maga kendőzetlen mi voltában mutassa be. Ugyanakkor, mint azt többször is elmondta, könyvével semmi mellett és semmi ellen nem foglal állást. Remarque önmagát élete végéig apolitikusnak vallotta, és ezzel összefüggésben mind a vádokat elutasította, mind pedig a karrierajánlatokat. A könyvből az 1930-as amerikai után 1979-ben brit feldolgozás is készült, majd pedig 2022-ben ugye jött az Edward Berger rendezésében készült német változat, amiről is ez az elemzés szól. A film egy erős csata jelenettel indul, amely habár rendkívül látványos,
Ugyanakkor magánviseli a film roham jeleneteinek legtöbb hibáját is, amire még részletesen ki fogok térni. Ezután mondanám, hogy megismerjük főhőseinket, ugyanakkor ez sajnálatos módon nem történik meg, ugyanis a film alkotói egy hatalmas vágást eszközöltek mind a regénnyel, mind a korábbi filmekkel szemben, mégpedig azt, hogy kihagyták a kiképző tábort. Ezzel egyfelől azt a hamis illúziót keltik, hogy csatlakozás után a sereghez rögtön a frontra kerülnek hőseink, ami illik mondjuk a film brutalitásához, másfelől viszont kimarad rengeteg karakterinterakció is, és ezáltal nem igazán tudjuk megismerni hőseinket. Csak már kinn a fronton, ahol viszont például egyikük rögves meghal, lényegében annélkül, hogy bármit is tudnánk róla. A film ezentúl még egy látszólag parányi, ugyanakkor a valóságban óriási változtatást is eszközöl, mégpedig, hogy a történet nem 1915-ben, hanem 1917-ben veszi kezdetét. Értem én, hogy mire ment ez ki, arra ment, hogy a film vége minél drámaibb legyen, ugyanakkor viszont a készítők több apróságra nem figyeltek oda. 1917-ben kétségeim vannak afelől, hogy az ifjúság még mindig így újongana annak, hogy háborúba mehet. Másfelől például ott a Kettnek írt levél, amit a felesége küldött, és 1918 végén benne az asszony még orosz frontról ír. Holott az már rég nincsen. Ami tetszik, hogy mutatták a filmben a lovak szerepét, ha csak egy futólagosan is. Ami tetszik, hogy mutatták a lövészárok élet viszontagságait, például hogy milyen nehéz lehet esőben, bár halkan jegyzem meg, hogy a legtöbb fotó tanulsága szerint azért a német árkok alja valamennyire ki volt rakva fával, szóval volt valamilyen jártaszerűség, hogy ne a sárban kelljen járniuk. Ezen kívül azt is megjegyezném, hogy nem minden csata volt pesöndél, szóval nem mindenhol volt mocsár. Ezt azért érdemes figyelembe venni. Mindazonáltal volt, amelyik mocsár volt természetesen, ezt fogadjuk el. Aztán az éjszakai jelenetet művészi szempontból szépnek, katonailag reálisnak tartom. Az is egy reális mozzanat, hogy a francia bombázás kezdetére rögtön beszaladnak a bunkerbe. De azért megjegyzem, hogy a háború vége felé a német bunkerek ennél mélyebben voltak, és igazából, ami azt illeti, már egy évvel korábban a Somnál is. Ugyanakkor, ami reggel a bombázás után jön, az valami gusztustalan. Azért akárhány francia tüzér kulcsolta volna össze imára a kezét, hogy jól sikerüljön a mutatványuk, az ilyen eredménnyel alig ha járt volna egy jól kiépített lövészárokban megfelelő számú földfabunkerrel, nem értek volna el ekkora pusztítást. Lövészárkokat mégis azért építették, hogy valamicske védelmet nyújtsanak, hogy az angol mondja, dig or die, ássál vagy haj meg. Nos, a németek úgy néztem, hogy ástak rendesen, és mégis meghaltak? Ennyien? Ez azért túlzás. Miképp azt is hollywoodian klisésnek éreztem, hogy szinte mindenki meghalt, és alig voltak sebesültek, holott a valóságban egy halottra 2-3 sebesültnek kellene jutnia. Mondanám, hogy szerencse ezek után, hogy végre kirángatnak minket a lövészárkok mocskából, és átlovagolunk a diplomácia mezejére, ugyanakkor ez inkább bal szerencseként felfogható, lévén egyfele ez mutatja azt, hogy nem értették meg a készítők Remark szándékát, Remark alulnézetből akarta mutatni az eseményeket a katonák szempontjából, politika nélkül. Ehelyett betehették volna azt, amikor főhősünk kórházba kerül, vagy azt, amikor hazalátogat és szembesül azzal, hogy egyszerűen nem értik meg az odahaza élők, hogy mi van a fronton, és hát ugye valamennyire háborús trauma miatt elidegenedett már a civil társadalomtól, akármennyire is nem szerette volna ezt. De nem ezt tették bele. A másik probléma pedig az, hogy ez a szál nagyon gyengére sikeredett. Megjegyzem, a kórházos rész mellett azért más dolgok is kimaradtak a filmből. Így például az ellenség váltakozása, a könyvben gyerekek brit, majd francia, aztán megint brit ellenséggel néztek szembe hőseink. Itt viszont ugye franciákkal végig.
Ez viszont egy érthető változás, nyilván költségkímélőbb is, és igazából amúgy sincs ilyen nagy jelentősége. Na de a diplomácia mezejére visszatérve. Matthias Erzberger a Német Centrumpárt egyik vezető politikusa volt, hát a bal szárnyát vezette az értelemszerűen, és a háború utolsó éveiben a béke egyik fő szorgalmazója volt német részről. Őt követhetjük nyomon. Annyi kis kiigazítás a diplomáciai szálon történtek esetében, hogy míg a filmben szóba esnek a béke konkrét részletei, hogy ezt meg azt kell átadni a Németországnak, meg ilyesmik, a valóságban azért ez nem egészen így volt. 18-ban a tűzszünetről tárgyaltak, nem pedig arról, hogy Németországnak később mit kell átadnia, és természetesen a tűzszünetet is írták alá. Aztán majd utána álltak elő az antantországok az egyéb követeléseikkel, amik aztán bekerültek a békeszerződésbe, és amiről a megállapodás majd csak Versailles-ban születik meg. Megállapodás már amennyire megállapodásnak nevezhetjük. A másik karakter, akit így új elemként behoz a történetbe a film, azt Friedrich Tábornok, mint Küllemre is látszik, meg a szociáldemokratákkal szembeni ellenszemből is, Ludendorffnak volna az alter egója. Ugyanakkor Friedrich több szempontból is gyengébb Ludendorffnál. Ludendorff azért reálisabban felismert, hogy mikor állnak vesztésre, mikor állnak győzelemre. A béketárgyalásokba ugye beleegyezett, bár később azért kijelentett, hogy a német hadsereg még tudott volna győzni. Minden esetre ő egy racionálisabb figura volt a való életben, mint Friedrich, és nem is volt olyan vérszomjas. Aztán a fölösleges kitérők után vissza a frontra, méghozzá a rohamhoz, amely úgy történik, mint a valóságban. Soha, főleg nem a nyugati front 1918-ban. Na de, kezdjük a kisebb bakikkal, mégpedig, hogy a szöges drót akadályik előbb a lövészárk előtt, majd pedig mögötte vannak. Utóbbinak én nem látom be az értelmét. Aztán, ami még a szöges drót akadályok kapcsán megemlíthető, hogy ez az X-alakú szöges drót tartó nem éppen korhű. Egy ilyennek maximum egy utakadálynál van értelme, ott meg lehet vele fogni, félre lehet tenni, de a frontvonalban egészen biztosan nem így telepítették a szöges drótokat, ami még meg is bocsátható lenne a filmnek, hogyha Remarque nem írja le részletesen a könyvben, hogy hogy telepítették a szöges drótokat, de leírta! A roham, mármint az, hogy egymás hegyén hátán teljes összevisszaságban hömpölyögnek előre, már ezt rohamnak lehet nevezni, komoly kívánnivalókat hagy maga után. Amit a rohammal kapcsolatban elsőnek meg kellene értenünk, hogy habár nagyok voltak az élőerő veszteségek a korszakban, lévén mindent a gyalogság csinált, és a tüzérség nagyon erős volt, meg géppuskák, meg minden, ugyanakkor viszont létezett harcászat, főleg a háború vége felé, 1918-ban a nyugati fronton, ez a harcászat már nagyon is, hogy kifinomult volt, részletgazdag, és jól betanított, és alkalmazták is. Szóval nem csak könyvformájában léteztek a harcászati elvek, hanem a gyakorlatban is. Egy ilyen roham először is nem úgy nézett volna ki, hogy a védőárokból kiugrálnak, mert azelőtt bizony csak ugyanott volt a szögesdrót és más műszaki akadályok, éppen ezért előbb a támadó árokba, avagy a megközelítő árokba kellett volna menniük, és onnan kimenni a senki földjére, ahol nem egymás hegyén hátán lettek volna viszont, hanem tagoltan szakaszokra. A szakaszt a saját hadnagya vagy szakaszvezetője vitte volna előre, és a szakasz is szétszóródott volna egy bizonyos sávon. Ugye az első világháború, az első konfliktus, ahol gondot okozott az, hogy a vezető nem tudta megfelelően irányítani az embereit, mert szét voltak szóródva. És ez már szakasz szinten is gondot okozott. Éppen azért, mert szétszóródtak. Ezen túl valószínű nem az ellenség legerősebb pontját támadták volna meg a valóságban, hanem megpróbáltak volna gyengébb pontokat keresni, valamilyen szárnyat oldalba támadni, vagy valamilyen manővert tenni minden esetre.
Ezt tüzérségi támogatással hajtották volna végre, a tüzérségi tűzfüggöny pedig a támadó gyalogság előtt haladt volna, úgy nagyjából 2-300 méter per perc tempóban. Ennek célja az lett volna, hogy felszámolja az ellenséges műszaki akadályokat, illetve hogy lefogja az ellenséges lövészárkot. Az egyes szakaszok vezetőinek az lett volna fő feladat, hogy nézzék az órájukat, hogy ezt a tempót bizony tartsák, ne menjenek túl gyorsan, mert ugye akkor bemennek a saját tüzérségi tűz alá, meg ne is menjenek túl lassan, mert akkor a végén még ideje lesz az ellenségnek magához térni a tüzérségi bombázásból, hanem pont idejében haladjanak. Szakasz egy része romboló osztagként, avagy rajként tevékenykedett volna, ők közel kúsznak az ellenséges árkokhoz, bedobálják a kézigránátokat. Ha az ellenség tüzel, mert valahogyan túlélik a tüzérségi támadást, általában úgy ezt túl szokták élni jelentős arányban, akkor azokat megpróbálta volna lefogni a szakaszt 2 darab könnyű géppuskája, általában annyit vittek magukkal. És ezután kezdődött volna meg csak a lövészárokért vívott tényleges harc, amiben előfordult csak ugyan közel harc, ugyanakkor nem volt annyira általános, mint a film leírja, szóval nem rögtön bajonettel és gyalogságjásóval döntötték el a dolgokat, hanem csak hogyha annyira elfajult a szituáció. A lövészárok harc viszont egy lassabb dolog, mint a film mutatja. Egyrészt, mert az se így a katonák így hömpölyögve, így félig meddig önállóan csinálják, hanem azt is valamennyire szervezett formában zajlik. Meg lehet nézni a mai ukrán háborús felvételeket, hogy ott is azért ez egy lassú dolog, szervezést igényel, koordinációt igényel. Nem célszerű a támadó csapatnak zajt csapnia, hanem célszerű inkább odalopakodni az ellenség oldalába. És a másik tényező viszont, hogy a védők, hogyha van második védelmi vonal, általában volt az első világháborúban, akkor visszavonultak oda, nem vállalták be, hogy ott fölöslegesen felőrüljék őket lövészárok harcban. A filmben ez kicsit másképpen zajlott, például itt van ez a cuki kis francia híd, amit a franciák az első védvonaluk felé építettek a németeknek, hogy ők onnan kényelmesebben tudjanak lövöldözni. Van ilyen, vagy nincs? Aztán következett a film leglátványosabb része, a francia Saint-Chamond tankok bevetése, ami, habár csak ugyan látványosra sikeredett, ugyanakkor szintén több ponton irracionális volt. Az, hogy 50 méterről ágyúztak, hát azért egy furcsa dolog volt, miképpen abban se vagyok biztos, hogy ezek a tankok ténylegesen át tudtak volna mászni a lövészárkok felett. Ez azért egy elég kétesélyes mutatvány volt ilyenkor, vagy elakadt ilyenkor a tank a lövészárkba, vagy átmászott, de a Saint-Chamond a tankok között se számított egy jó lövészárok mászónak. Néha a tank támadás esetén is bevárták azt, hogy hidat építsenek a lövészárok felé, és utána küldték át a tankokat rajta. Ezentúl, amit tudnunk kell a francia tanktámadásokról, hogy a francia doktrina nem engedte, hogy gyalogsági támogatás nélkül vessék be a tankjaikat, itt viszont ugye ilyesmiről szó sem volt. Jött a gyalogság, csak jócskán lemaradva. Fura. Aztán az is fura, hogy 1918 háború vége közel, és a németek meglepődnek az első találkozáson a francia tankokkal, teljesen felkészületlenek. Valóságban nem lettek volna felkészületlenek ez időtájt már. Voltak páncéltörő puskáik, volt Wolfram magvas lőszerük a géppuskákhoz erre az esetre, illetve előretolt tüzérségük, szóval valamilyen szintű harckocsi elhárítás már működött volna. Itt viszont ugye tátott szájjal nézték és lövöldöztek puskával a tankokra, ami azért nem teljesen reális. Ennél már csak az még irreálisabb, hogy utána 2-3 perccel viszont már rájönnek, hogy hogy lehet elhárítani a francia tankok lánctalpát. Gyorsan tanultak, de a valóságban nem kellett volna ilyen gyorsan tanulniuk, mert eleve létezett volna egy bizonyos harckocsi elhárításuk. Aztán a francia tankokat követték a francia lángszórósok, nyílt terepen egy csatárláncban. Franciák nem csináltak igazából ilyet,
1916 után már nyílt terepre nem küldtek ki lángszórósokat, belátták, hogy túl könnyű célpont, és rengeteg embert magával vihet, hogyha kilövik. Aztán a lángszóró is a filmben inkább ilyen felturbozott disznópörkölő, így a hatótávolsága szemmel láthatóan ilyen 3 méter, 3 és fél, valóságban 30 méter körül mozgott. Amit egy kicsit szintén furcsáltam a film egy első megnézésre, az az, hogy ugye az összes foglyot mind a németek, mind a franciák lelőtték. A valóságban is voltak olyan időszakok a fronton, amikor nem igazán ejtettek foglyokat, illetve voltak olyan csoportok, akiket nem szívesen ejtettek fogságba. Itt elsősorban a specialistákra gondolok, mint mesterlövészek, harckocsizók, de még a géppuskások is. Ezeket a fegyvernemeket, ezek közül a mesterlövészeket későbbiek során sem nagyon szokták fogságba ejteni, még a mai modern háborúkban sem. Ugyanakkor viszont a géppuskások esetében például kicsit furcsának érezzük a dolgot, de itt azt kell megértenünk, hogy általában a katonák valamiféle igazságszolgáltatást gyakorolnak ilyenkor önkényesen az elfogottakon, és azokat a fegyvernemekhez tartozókat, amiket nem éreznek egészen fairnek, és az első világháború idején a harckocsizókat meg a géppuskásokat nem érezték egészen fairnek, azokat hajlamosak voltak kivégezni. Sajnos. A rohamokkal kapcsolatban annyit még mindenképpen elmondanák, hogy míg a filmben vagy roham van, vagy nincs semmi, addig a valóság egészen másmilyen volt. A nyugati fronton szinte folyamatosak voltak a kisebb, nagyobb rajtaütések, részint, hogy foglyokat ejtsenek, hogy információszerzés céljából, vagy elvágjanak egy telefonkábelt, vagy felrobbantsanak egy üteggállást. Rengeteg ilyen volt, és példának okáért a kihegyezett gyalogsági ásó is sokkal inkább ebben a kontextusban értelmezhető, sem mint egy roham során, mint ahogyan azt a filmben többször is láthattuk. A film vége megfelelően szomorú, csak úgy, mint a regény esetében. Elbúcsúzunk hőseinktől, akik az indokoltnál groteszkebb módon távoznak e világról, van, aki villával szúrja nyakam magát, van, akit egy szellemként oda teleportáló francia pszichopata 8 éves lő le. Nyilván ezzel is azt akarták üzenni, hogy látjátok a háború milyen groteszk. Ugyanakkor nem inném, hogy a német hadseregben 10-ből 8-an így haltak volna meg. Aztán pedig Friedrich tábornok kelleténél szigorúbb főnökként, avagy a kelleténél klisésebb hollywoodi gonosztevőként elrendeli a végső rohamot a dicsőségért. Na már most itt is ugye az a probléma, hogy megint csak nem értették meg a készítők Remarque-ot. Remarque-nál ugye nem a háború legvégén halt meg a főhős, hanem már hamarabb, és hát ugye lényegében azt hangsúlyozta ki az írás, hogy a modern háborúban nincs jelentőség az egyén életének. Itt viszont ugye egy rakás jelentőség, teljes esemény zajlódik egyszerre, háborúnak vége, utolsó roham, utolsó 15 perc, Friedrich szerint a becsületét is vissza kell szerezni a német hadseregnek, meg ilyesmik, és ugye a főhős is megment egy nála fiatalabb katonát, aki aztán meg is gyászol, szóval itt rögtön jelentőség teljesebb az egész. Mondom, ez vagy azt jelenti, hogy nem értették meg Remarque-ot, vagy pedig azt, hogy egy kis extra izgalomért cserében eltekintettek tőle, hogy úgy érjen véget. Ami érdekesség, hogy a film végén ugyanott tartunk helyileg, mint a film elején, ami hát ugye demonstrálni igyekszik az állóháborúnak, az állóháború mi voltát, ami ugye a valóságtól igencsak messze áll, mert 1918-ban az Antant miután kiszorította az ellenoffenzívájuk során az állásaikban a németeket, már nem volt állóháború, a németek folyamatosan hátráltak, szóval... De úgy látszik, ez sem illett a film koncepciójába. Na de akkor, ha már itt tartunk, mi volt a film koncepciója? Szerencsére egy interjúban Edvard Berger erre egyértelmű válaszokat adott. Nem szerette volna, hogyha az első világháborút rehabilitálják, akármit is jelentsen ez. Másrészt pedig leszögezte, hogy
nem léteznek hősök. Akárhogyan is nézzük, ez egy érdekes álláspont, ugyanakkor én azokra hősökre gondolva, akik azért mégiscsak léteztek, nem igazán tartom tiszteletre méltónak. Ugyanakkor azt el kell ismerjem, hogy a film háború ellenes üzenetének igenis a ma Európájában van jelentősége, az Európai Unió ugyanis bármiféle értelmes ok nélkül a lehetséges következményekkel egyáltalán nem számolva belefolyt egy olyan háborúba, amihez az ég adta egy világon semmi köze, de ez egy kicsit más téma. Én megvallom, rosszabb látványvilágra számítottam, ugyanakkor reménykedtem benne, hogy a film realistább lesz, illetve hogy hülyebb lesz a könyvhöz. Mondani valóját tekintve pedig nem egyetlen egy dolgot fog súlykolni, mégpedig, hogy a háború véres, nagyon rossz, hanem, hogy is mondjam, egy kicsikét ennél azért filozófikusabb lesz. Ettől függetlenül ez nem egy rossz film, merem ajánlani megnézésre. Ebben a videóban nekem az jutott osztály részemül, hogy minden apróságon fennakadjak, ugyanakkor az átlag nézőnek nem muszáj. Főleg miután már látta a videómat, ugyanezt nem kell megtennie. Filmként a pazar látványvilág ellenére én nem tudok hármasnál jobb jegyet adni, lévén, hogy a karakterek bemutatása lényegében elmaradt, a karakterinterakciók Catnek és a Paulnak az ilyen apa-fiú jellegű kapcsolatától eltekintve szintén kimaradtak, illetve hát ugye a film üzenete is nagyon súlykolós volt, ezért ez a viszonylag alacsony osztályzat. Történelmileg lévén, hogy a ruhák és a fegyverek és úgy lövészárkok nagyjából rendben voltak, ennyire nem kárhoztatom, az időrend elcsúszása miatt, az Erzberger és a Friedrich szálak hibái miatt, viszont ugye azért itt is egy gyenge négyest tudok adni. Katonai szempontból viszont kettes alá, de az is csak azért, mert nem fordítva fogták a puskát, illetve mert amikor esett az eső, nem ültek ki a lövészárok szélére, mondván, hogy ott legalább nem lesz vizes a lábuk. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy tetszett a film, mi a véleményetek róla. Na és a zenéről mit gondoltok például? Wagner vajon örülne neki, hogy így dolgozták fel a dallamait, vagy pedig úgy kicsikét nekiállna forgolódni? Nekem ez film közben végig motoszkált a fejemben. Mindazoknak, aki szeretik az első világháborús műveket, ajánlom a Lövészárok hercegnője című háborús romantikus regényemet. Az akciós változata úgy látom, hogy elfogyott, ami így 500 forintért azt hiszem kétes dicsőség. Mindazonáltal normál áron továbbra is elérhető, szerintem egy elég elfogadható, barátságos ára van, így a mai árkörnyezetben pláne. Ezt amúgy ilyen zöld megoldással ilyen megrendelsz egy darabot, kinyomtatnak egy darabot, elpostázzák, szóval így küldik. Szóval az, hogy előrendelés van odaírva, senkit ne riasszon el, mert egy hét alatt a kezében lesz. Ukrán háborús videó készül, hamarosan jön, emiatt senkinek ne legyenek álmatlan éjszakái. Én Üveges Huba voltam, a viszont látásra.